ablak része jön, én itt kiveszek egy ablakot, mondjuk a rétegeket, akkor az egy teljesen önálló ablakban jelenik meg. A gimp első indításakor elképzelhető, hogy itt ez a sáv teljesen üres, tehát nincsen egyetlen bedokkolt ablakrész sem. A dokkolás művelete úgy történik, hogy megfogom az adott ablakot, és az adott ablaknak a szöveges részét ide betolom, és akkor tehát fogjuk meg a szövegréteget, és helyezzük a réteg ikonját a csatornák elé. A csatornák ikonja egy pillanatra kijelölődik, aktívvá válik. Ezt a műveletsort nevezzük dokkolásnak. A dokkolás nagyon fontos a munkák során. Az ablakok menüben megtaláljuk a dokkolható párbeszéd ablakokat. Ezeket itt sorban mindegyiket be lehetne dokkolni, ha szükségünk lenne rá. A első négy, pontosabban első ötöt látjuk itt. Ez egy kis magyarázatra szorul, hogy melyik az első itt most. Hát ha vegyük észre, hogy a fényképen még a tégla kijelölő eszköz alul található bedokkolva. Ez az egyetlen olyan eszköz, amely az eszköztáron lévő eszközök beállító ablakai, amely alulra és ide is bedokkolható az eszköztár alá gyakorlatilag, tehát egy egységet képez, a többi dokkolható ablak az nem tehető alulra, az itt található. Na most nagyon fontos szerepet kap a dokkolásnál ez a kis háromszög. Nézzük meg a lehetőségeit. Ha rákattintok, és most a kijelölő eszközök közül aktív az ellipszis alakú kijelölő eszköz, és itt azt mondom, hogy a lap rögzítése a dokkablakhoz, akkor ezt kipipálom, akkor most megpróbálom az ellipszis kijelölést kiemelni, az nem fog sikerülni. Míg az összes többit ki tudom emelni, őt nem. Tehát az amelyik mellett ki van pipálva, amely az a bedokkolt ablak már többet nem távolítható el gyakorlatilag. Ez a szerepe. Az ablak része jön, én itt kiveszek egy ablakot,